Nyár vége felé a legfontosabb munka az erdőben a csemete gondozás. Ez többrétű feladat, ezen a területen például többek között tölgy, szil és juharcsemeték is találhatóak. Ezeket tavasszal ültették a közfoglalkoztatottak, akik most a gaztól, parlagfűtől mentesítik a területet. A sorközökben odafigyelve kaszálnak, ám a dolgozók más feladatot is kapnak a nyári, koraőszi időszakban. A legfontosabb feladat, amit elvégzünk közfoglalkoztatásban, azok az erdősítéseink ápolása. Egyrészt természetkárt szenvedett erdősítések ápolása, másrészt az ártéri, hullámtéri területeknek, a gyors vízlefolyását biztosító területeknek a kezelése, de emellett természetesen főleg lakott területek mellett kommunális szemetet gyűjtünk elég sokat, sajnos folyamatosan mindig megújulva. Aztán nagyvárosok mellett, mint például Nyíregyháza, Sóstói parkerdőben nyilván különös figyelmet fordítunk a közjóléti eszközök karbantartására, fenntartására. Tűzifát pakolnak a nyírerdős közfoglalkoztatottak. A nyíregyházi parkerdő erdei tornapályájánál több szalonnasütő is található, az azok melletti tárolókat töltik fel fával a dolgozók. A nyírerdő ugyanis nem csak a helyet, az égetnivalót is biztosítja a kikapcsolódni, sütni vágyóknak. A közfoglalkoztatottak között akad, aki évek óta részt vesz a programban. Közel 8 éve vagyok itt a közmunkaprogramban. Hát mikor milyen időjárásunk van, meg a szezont munka. Tavaszi munkák általában az ültetéssel, őszi munka általában az ültetéssel. Hát nyári szezon munkánk, meg pedig a kaszálás, kapálás, ültetésnek a gondozása továbbra is. Hát télen sarjverés, erdőtisztítás, rajnemézettisztítás, hát a milyen sorban így az erdő szezonjában. Az erdészeti társaság évek óta foglalkoztat közmunkásokat. Átlagosan 800-850-en dolgoznak havonta Szabolcs és Hajdú megye erdő területein. A mostani program résztvevői Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 54, Hajdú-Biharban pedig 27 településről kerülnek ki. Ők napi 8 órában dolgoznak.